megint volt egy szenzációs Dr. Joe Live, és ahelyett, hogy variálnék és színes szagosan tálalnám, most mindenféle vágókép nélkül csak vágjunk bele a témába, mert volt négy szerintem nagyon izgalmas kérdés, és valószínű, hogy az információ az most fontosabb, mint az, hogy hogyan van tálalva. Tessék! Ha néha nem néznék rád, akkor puskázok éppen a jegyzeteimből. Úgy kezdtük, hogy Dr. Joe tanulmányozta a szubliminális programozást. Ugye ez az a fajta programozás, amikor teszem azt alvás közben, hallgatsz valamilyen zenét, valamilyen mantrát, és ezzel igyekszel átprogramozni az elmédet. Azt mondja, hogy a hanganyagoknak köszönhetően önmagában nem biztos, hogy történik változás, mert hogy egy külső forrásból várjuk azt, amit mi magunk szeretnénk magunkban előidézni. Tehát nincs olyan, hogy bőség frekvenciájú zene, vagy egy olyan zene, ami a párkapcsolatot bevonza az életedbe. Lehet olyan, ami elősegíti és az agy hullámaidnak abba az irányba tereli a frekvenciáját, de önmagában az, hogy változás történjen, azt ugye az egyénnek kell, hogy érezze és előteremtse önmagában. Ezek a külső források és az azokhoz nyúlás, folyamodás lehet, hogy még abban is megerősíti a gyakorlót, hogy ne ő önmaga próbáljon meg változni és változtatni. Az egyik példa, hogy ha bőségre hanguló zenét hallgatsz, akkor az önmagában nem fog bőséget teremteni vagy hozni az életedbe, míg ha te magad bőséggé válsz, ha te elkezded tapasztalni és úgy érezni magad, akkor az sokkal inkább. Persze vannak ritmusok, amik segíthetik az agyhullámaidat, hogy egy olyan frekvenciára álljon be, ettől függetlenül neked még bele kell tenni a melót. Valaki hiába megy el egy 70 gyógynövényes, egy hetes, két hetes, hónapos kúrára, hogy ott majd meggyógyítják és kigyógyítják bármilyen betegségéből, ha közben ő önmaga ugyanaz a személy marad, aki elment oda, hogy gyógynövényekkel próbáljon meggyógyulni, de ő nem változott, akkor csak ugyanaz a személy lesz ugyanazzal a betegséggel, ugyanazokkal a gondolatokkal, szokásokkal, csak most már kipróbált egy következő gyógymódot, ami emiatt lehet, hogy nem tudhatni rá. A második kérdés nagyon aranyos volt, azt kérdezi, hogy ő meditáció közben fraktálokat lát, és hogy mihez kezdjen vele. Joe rögtön azzal indította a választ, hogy ha nem látsz ilyesmit, és nincsenek hasonló tapasztalásaid meditálás közben, az nem jelenti azt, hogy nem jól csinálod a meditációdat, tehát az, hogy ilyeneket láthatsz, az azt jelenti, hogy egy kicsit vizuálisabban lehet, hogy felébresztetted ezt a képességedet, ettől függetlenül ugyanolyan jó meditáló lehetsz enélkül is. A harmadik válasz azért is tetszett nagyon, mert megint azzal foglalkoztunk egy kicsit, hogy a test az benn ragad a múltban, és a cél például az egyhetes elvonulással, hogy kirántsuk a testet a múltból. A folyamat lényege, hogy legyőzzük a testet, hogy felülkerekedjünk, és vegyük észre, hogy a test akarja, éhezi, sóvárog az érzés után, amit a múltból már ismer, mert azzal az ismertben tud maradni, és ezáltal sajnos egy ismert, kiszámítható jövőt is képes létrehozni, megteremteni magának. A negyedik kérdésre pedig úgy hangzott a válasz, hogy a hiedelem egy gondolat, amit ismételsz addig, amíg bele nem ég az agyadba. Az emberek jobban hisznek a jövőben, hogyha az érzéseit át tudják élni. És ugye a legtöbben a múltuk szerinti jövőben hisznek, mert azokat az érzéseket ismerik, és azokat tudják átélni. Szintén utal Joe az egyhetes elvonulásra, ahol nagyon durván megnyílik az embereknek a szíve, és nem a múltat érzik többé, hanem a jelenben vannak, hálásak, szeretetteljesek, és a jövő elvárt érzésében és élményében tudnak maradni a múltjuk helyett. Köszönöm, hogy velem tartottál, linkek a leírásban, szuper lájkkal és kávéval tudod támogatni a küldetésemet.